Jó estét kívánok, sziasztok! Ma a legelső gondolatom az az, hogy én nem ma vásárolnék részvényt, de ez nem befektetési tanács. Mindenki azt sem szeretne. A tőzsdén azonban a tőzsdélők 74%-a veszít. Gyors kérdés, látszódik a kockát nyilatkozatot alul, és már kezdjük is. A tőzsde kockátos, akár részvényeket vesztek hosszabb távra, akár bármilyen eszközöket hosszabb távra. Az is kockátot jelent, nem csak a rövid távú daytrade kalkulás. Amikor medvepiac van, vagy legalábbis korrekció van a piacokon, mint most láthatunk, akkor nagyon-nagyon jól meg kell gondolni, mikor vásárolunk részvényeket, ha csak nem hosszú távon akarjuk őket tartogatni. Persze vannak pillanatnyilag jó beszállók, de mindig fontos a parciális zárás és stop-loss használata, és az, hogy jelen esetben több szabad pénzeszköz tartalék a számlákon, mint amennyi pozíció, legalábbis gondolom én, hogy részvényezni long run-ban szoktatok. Én a részvény célt és sortolását egyébként nem is javaslom senkinek, ha már valaki sortolni a kereskedi, vagy a devizapiacon, vagy az indexekkel lehet próbálkozni, hogyha van arra utalója az is csártokon. Ma sem lesz semmilyen befektetési tanács. Amilyen részvények megvannak nyitva, azokat véletlenszerűen nyitogattam, és le is fogom őket zárni, mert attól tartok, hogy esik a piac, de erre a célra csináltam most egy demószámlát nektek. Tőkeáttétes kereskedéssel vigyázni, ha egy adott instrumentum mozgása korrelál a többi instrumentum mozgásával, akkor én azt mondanám, hogy ilyenekből minél kevesebbet kössetek egyszerre, és reméljük, hogy egyszer csak eljön az esésnek az alja. Az lenne, hogy még mélyebb szinteket látnánk, de ez nem kívánság műsor, mert mint láthattuk, a mesterséges intelligencia, vagy bármi egyéb hír, vagy akár a Fed pillanatokat meg tudja fordítani az eséseket is. Láttunk ilyenre több példát az elmúlt fél évben akár, sőt az elmúlt 10 évben is. Oké. Hosszú távú kereskedésnél az MT5 platformon egyébként van egy invest számla, és ott lehet mindenféle részvénnyel szórakozgatni. Ha nézzük, hogy milyen pozíciókat nyitottam itt, és mit is csináljunk ezekkel a dolgokkal, de ezt megelőzően kérdezném, hogy látszódik-e a csárt. Ezeket itt összehúzom. Így. Ez lesz a részvényes demo, amit most kezdtem el. És megnézzük, hogy mit mutat nekünk a Nasdaq első körben. Napi csárt. Egy elég értékeltő duplatok, vagy egy válfej vál. Picit össze van firkálva a képernyő. 4 órás csárt, dupla top, támaszok lecsegnek, ropognak, itt vagyunk az alsó támasz környéken, oda is húzhatnék egy vonalat, ha ez el fog esni, az nem jó jel. Ha innen pattanunk, akkor csodálatos, de én ebbe most még nem hiszek. Persze a változtatás jogát fenntartom az én nézeteimre is. H1-es csárt esőtrend, hadd ne soroljam, bizony-bizony csúnyán néz ki a Nasdaq. Bár éppen egy dupla aj van itt a végén. Aki daytrader és az áruló szakasznál trédel Nasdaqos részvényeket, lehet, hogy ennek hatására be fog lépni egy itt helyezett stoppal, mert ha a Nasdaq is ezt a szintet eléri, akkor lehet dobni a részvényportfóliót akár. De ez nagyon-nagyon kockázatos, hangsúlyozom. DAX, a német piacról is egy picit beszéljünk, mert most nem arról fogunk. Én nem látok vételi belépőt ezen a csárton. Hadd essen. Voltak erre utaló jelek, ez egy váltfejvel, vagy egy duplatop, ki vagy nézze, az egy kisebb duplatop, volt is ott short pozíció nyitva bőven. De azt mondom, hogy itt ez még egy esőtrend. Kívánom azt, hogy egyszer forduljon meg, mert jobban szeretjük a pika piacot, ugye? Duplatopnál volt egy short pozíció, ami itt lett zárva, mert azt hittem, hogy ezt átvisszük, de itt egy elmaradó duplaj van, amiből még egy esés is jött. Mikor kell részvényeket venni, ezt nem tudom megmondani nektek ma, aki ezt várta, az csalódottan fog távozni. Azt viszont lehet sejteni, hogy mikor kell daytrader részvényekkel, illetve hogy a hosszabb távú pozícióknál majd, hogyha azt látjuk a csártokon, az egyik webinárban a távoli jövőben, akkor lehet, hogy elgondolkozunk a hosszabb távú részvényvételeken. Reggelente szoktunk skalkolni, holnap este is fogunk skalkolni, sőt, holnap lesz egy meghívott előadó, aki teheti, a holnapi előadás regisztrációs linkjét a honlapról másolja be a többieknek, és akár rövid középtávú trédekről is lehet kérdezni őt is. Ez közben pedig lesz egy skalpos előadás este, ami azt jelenti, ha van kedve
fiatal embernek csatlakozni hozzánk, akkor ott folytatjuk, mert abban vagyunk az előző előadáson. Gyorsan-gyorsan nézzük, mit tudunk csinálni ezen a csárton. Ez itt a DAX, és végül megmutatom a bót, csak gyorsan, több idősíkvelemzés. Dupla top, ott volt egy jó kis shortom, látjátok, a válfej vál van kialakulva. Szerintem ne keresgéljünk a mai napon vételi pozíciókat a részvénypiacon, de aki úgy gondolja, az szigorúan daytrade-ben tegye, és szigorúan picike mennyiséggel, szigorúan demo számlákon bárhol is vagytok. Kérdezem én, hogy ezt itt meg tudjátok-e nyitni, aki akarja, alkítsa le nyugodtan, mert angolul van, és nem túl jó az angolja, az illetőnek, az nézze végig, ebből meg lehet tanulni, hogy lehet shortolni is a piacokon, olykor-olykor. Ha nézzük, hogy milyen pozícióink vannak, ezt ide felhozom. Nyitunk egy Facebook M1-es csártot. Van-e nekünk Facebook pozíció? Hát persze, hogy van. Lejjebb ezt itt. Itt bizony-bizony az történt, hogy sok-sok mindenbe belevásárolgattam. McDonald's-nál elfelejtettem stop loss-tan és Coca-Cola-nál is. Ha ez egy day trade számla lenne, akkor én itt és most ünnepélyesen azt csinálnám. A stop nélkülieket kis darabszám, tehát nem veszélyes, az azonnal az áram, elfelejtettem betenni a stopot. Hewlett Packard a stop tól egy milliméterre van zárom. JP Morgan ma nem hozta a várakozásainkat, zárom. Johnson & Johnson sem, ezek daytrade-ek. A többinél pedig elgondolkodunk, hogy mit is csináljunk. Pfizer-nél csinálok egy nagy arányú részzárást. 14 részvényünk van, 8-at lezárok. Ez még nem fedezte az esetleges kistoppot. Ugye mutatom ezeknek a csártyát. Hát ezeket most nyitva adjuk, most nincs jelentőség igazából. De ezzel az X gombbal, ami itt oldal található, én mindet lezárnám szívem szerint. Tehát én most nem részvény long pozíciókat keresnék, hanem lehet, hogy az index short-énat zárogatnám részben, nehogy véletlenül megfordulni a piac, még nem jött a vételek ideje, de egyébként most egy párat megnézünk, hogy mit is csináltunk itt. Először a mai napi számla történetből párat ráhúzunk. Hogy is voltak ezek a daytrade-ek? Mutatom a belépő okát. Ha lesz hosszú távú belépő, fogunk róla beszélni. Őt úgy hívják, hogy fals letörés, trendvonal töréssel, és ha még mellé húzunk egy-két Facebookot, nem mindet fogom, akkor látható, hogy itt bizony jó helyen van az a kék, vagy inkább lejjebb ügyem. És jobb ötletem nem volt. Rézzárás, 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 és többi, és többi. Nézzünk egy AMD-t. Egy perces csárt. A belépő oka, figyeljetek, fals letörés, visszateszt. Visszateszt után countertrend van a törés. És itt van egy részzárás, aztán pedig van egy kis stop valahol itt lentebb. 5 dollárt hozott az első rész, ami lett zárva. Nem baj, hogyha én ezt most szimbólum szerint sorba teszem. 4 dollárt hozott a második rész, így könnyebben olvasható. 1 dollárt a harmadik rész az M betű után, és végül elbuktunk 2 dollárt. Hát így is lehet daytrade-elni, vagy skalpolni. Nem tudom, hogy tetszik-e nektek ez a részzárósdi, vagy nem. És ezek az ilyen típusú belépők nem csak M1-es csárton lehetségesek, persze ez nem befektetés tanács, és nagyon gyakran kisztoppolódnak, mint hogy a példa mutatja. Ő volt az AMD. Nézzük az Amazonnal, mit csináltunk. Igazából semmit. Ha most ezt lezárnám, akkor összességében plusz lenne. Hol van nekünk az Amazonunk? Mert lehet, hogy nem lenne plusz,
Hadd ne zárjam le, most ezzel ne foglalkozunk, jó? Ha kis toppódunk, egy picike pénz elmegy. 3-4 dollár. Na nézzük a többit. Dell. Nem túl szerencsés a belépő, mert kései. Ebbe itt kellett volna belépni. Ugye az indok, dupla aj. Későn léptem be, részzárás. Most nem zárom a többit, nem akarom ezt a bemutkámlát nyomkodni, most csak azt mutatom meg nektek, hogy egy eső részvénypiacon is vannak belépők lépőre és kalapra a részvényeknél is. Ő volt Bell, és még a tetejét is megcsíptük. Ha esetleg kis toppolódunk itt lent valahol, 2,85-et bukunk, annál többet nyertünk a részzárásokkal, és körülbelül ezt megcsináltam itt mindenhol, a Facebook az itt van. Most ezeket nagyjából megpróbálom megmutogatni mindet. Látható, hogy ez egy résbetöltésre való játék volt. Falsletörés felbe van a töréssel. Google. Az ott nem tudom, mi az alján, de mindegy. Google belépő. Hát itt gebbetöltés ma nem lesz. Én itt ebből ennyit láttam, és ettől megijedtem ettől az esőgyártyától. És a maradék az meg már ki is stoppolódott. Hát ide rossz helyen volt a stoppom, látjátok? Most ennek a kettőnek az egyenlege már mínusz 20-30 cent, nem tudom mennyi. Nem ez tragédia. Goldman Sachs, ha ő az. Miért is jó, hogyha a pozíciók meg vannak nyitva a ferdevonalra, a falsletörésre, és ez is picike mínuszban zárult. Ez azért van egyébként, mert nagyobb arányt kellett volna zárni. Tehát ha összesen 16,20 volt megnyitva, hogyha ebből 12 van lezárva, akkor már nullásán vagy pluszba kiszálltok. Tehát vannak rossz daytradek, illetve nem nézegettem végig ezt a csártot, higgyétek el, illetve vannak jók. De a részzárások miatt összességében nincs olyan nagy tragédia a számlán, ugye? HPQ. Rossz döntés volt, dobva. Johnson & Johnson, ugyanez. Nagyon rossz helyen lett megvéve, és most lett lezárva. Oké, magasabb idősíkokon lehet, hogy jobb a belépő. Többit nem mutogatom, ezek hosszabb távú trédek, inkább a tech szektorral lehet létrevelgetni. Mutatok is egy-kettőt. Mutatok egy... még egy ilyet, hogy ezt az előbb, na ezzel mi van. Tehát a Morgan Stanley-nél volt egy ilyen húzás, egyébként az itt már egy fordított fejvállal alakul. Ha rosszul mondom a cégek nevét, akkor azért van, mert nem látok semmit a saját gépemen most, tele van ablakkal. Microsoft, jókori belépő, jókori kiszállóval, és szerencsés helyen volt a stop, maradjunk annyiba. Ezeket, hogyha magasabb idősíkon megnézzük, akkor meglátjátok, hogy nem olyan rossz trédek ezek. És van itt egy Netflixünk is. Ahogy gyönyörű volt a belépő, egy dupla aj, mondani sem kell. És ezekből darabokba ki lehetett szállni. Nagyjából így működnek a daytrade-es részzárások. Ha most valaki egy bölcs trader lenne, 92 dollár a zsebben, nem olyan nagy mennyiségekkel, jó, ennyi részvényen nem kéne kötögetni, ezt most a kedvetekért csináltam. Most még 27-et itt kiixelhetnénk. Csináljuk azt, hogy amelyiken van egy picike profit, abból picit zárok, hogy begyakoroljuk a részzárást is. Aztán amelyiktől most megszabadulok, azt csak találomra teszem. Nem szabadulok meg, mondjuk az Intel-t, azt most eladjuk. Így van 92, ha mindet kiixel nem lenne 120, szerintem csodálatos dolog lenne. Na de amiről viszont nem beszéltünk, az az, hogy nézzük meg a magasabb idősíkokat. Belevennétek ebbe őszintén? Ki az, aki nem? Csetablak N betű. Esőpiac. Én nem vennék bele még. Ezen az idősíkon hangsúlyozom. Belevennétek ebbe? Ide is lehetne húzni egy ilyet, hogy esőtrend vonal, ugye? H4-es idősík.
Nagy emelkedő trend. Most csak innen húzom. Véget ért, dupla alja, megpróbáltunk föltápaszkodni, konyul lefele, és ha a dupla V két alját átviszi, akkor bizony baj van. Most ez a vonalka még megfogta, de ott van egy ellenállás a másik vonalka. Ezeket csak azért mutatom, hogy legyen mit mutatni. Aztán Nvidia. Itt már talán másabb a kép még M15-ön is. Ha ez egy kitörés visszateszt, akkor ebből még lehet egy jó dolog is elsül. Ezt megtartanám. Ő pedig itt a Microsoft. Lehet, hogy dupla aljjal fordul, de ezt most itt lezárjuk. Ne legyen ennyi részfényünk. Eső trend volt, láttátok. Amazon. Inkább lezárom. Ez most day trade, tehát hogyha hosszú távon elengedni, akkor lehet, hogy megtartanám egy nagy arányú részzárásokkal. Nézzünk egy Teslát. Day trade kedvéért lezárom. Nézzünk egy Dell-t. Hát, ebben nincs extrém nagy kockázat. Lehet, hogy ámrogó duplatok, azt itt vagyom. Körülbelül ilyen, nem túl szofisztikált módon a csártok alapján lehet a döntéseket hozni. Ez pedig Pfizer, itt megnézzük, mennyi a kistop, esetleg mélyebben van biztos. Hol tettem a stopját? Hát egy dollárral van lejjebb, az nem egy érzékeny bukta. Ezt meghagyom, de azért benne van, hogy ki fog stoppolódni. Nézzük az Apple-t. Először, H1 idősikon. Lehet, hogy megfordul, de itt van egy óriási vál, fejvál, nem jó jel, teleduplatokkal. Csárt alapján még nem minden részvénynek jött el a vásárlási ideje. Csinálunk egy részzárást. Boldogabbak legyünk. És akkor megvolt a mai napi day trade. Na már most. Ketten azt mondtátok, hogy nem vennétek bele. Oké. Falstetörés után akármez belépőjelzés is lehet, de mindig részzárás, és nem győzöm mutogatni, hogy Nasdaq még a támasz fogja. Menjünk át gyorsan a kis sortos számláinkra. Ennek az volt a neve, hogy összeomlás. Következőnek is az. Ugye házi feladat az volt, skaldét, illetve hosszú távú keresés kapcsán, nyissunk olyan számlákat, ami néha újraépül. Drawdownból fölállni, stb. Stb. Megvan. Ezt a sortot én még nem zárom, mert nullában a stopja, mehetünk a következő számlához. Mindegyik számlának ilyen katasztrofális neve van. Mert amikor medvepiac van, akkor általában ilyeneket szoktam adni neki. Na itt az egy érdekes dolog lesz. Ezen a számlán elég jó hozam jött a mai napon. Itt volt egy dupla top belépő reggel, emlékeztek rá, hogy mondtam, hogy a forintnál vagy falskitörés lesz, vagy nem gondolkozni, honnan kéne belesortolni, de forint ellen nem játszunk. Itt az a kérdés, ezen egyébként szép profit volt, hogy elmarad ez a dupla top, átmenjünk a két tetejét összekötő dolgon, vagy csak visszateszteltük, és megint nekifutunk lefele. Fogalmam nincs. Itt azért azt csinálnám, az első rész zárt pozíció, a másikat nyitva adjuk, kit érdekel. Azt akartam mutatni ezzel, itt már bizony-bizony, nézzétek egy euró-dollárt. Robi írt egy szintet valamelyik nap, közelítjük talán már. Minden sortos. Nem kell piszkálni a hosszú távú részvényekkel a piacot. Na most akkor mindenki terjesztottam a vételektől? Én azt csinálnám, ha egyszer lenne pénzem, vagy nyernék a lotton, várnék egy picit, kinek hol vannak a pénzeszközei, bank, broker cég, befektetési alap, biztosítótársaság, párna, stb. És egyszer csak elgondolkoznék azon, hogy melyik számlámon vásárolgatnék részvényeket, vagy befalapokat, vagy bármit, és mikor.
és amikor ilyen szűkös idők vannak, akkor elkezdenek félretenni, nem pedig költekezni, és amikor eljön a rejt csalja, akkor ott lenne a pénzem, ahol lennie kell ilyenkor, hát ha legyőzöm az inflációt, ami szerencsére majd lefele fog menni, vagy hát ha tudok el hozamot is termelni. Ez sem befektetési tanács, és nem tudom, hogy 1%-ot, 10-et, 20-at, vagy még többet esik el a Nasdaq, mert ebben nem látunk bele. Az is benne a pakliba, hogy egy X idő múlva azt mondom, hogy de, kár, hogy nem vásároltunk mondjuk ma, holnap, jövő hét szerdán, tehát mindegy, mikor, mert hogy már drágában tudjuk megtenni. Az alját nem fogjuk eltalálni, biztos, nem is feladatunk eltalálni, de lehet, hogy a fordulatra utaló jeleket fogunk látni. Itt ez lehet egy picike fordulatra utaló jel M15-ön, de ez egy esőtrend csatorna alja, lehet, hogy csak annyiról van szó, hogy elkezdjük közvetlen a tetejét, ha nem esünk ki belőle. Ez még itt egy esőtrendecske, ezt csak azért mondom, hogy válaszoljak arra a kérdésre, de ettől függetlenül ez a csárt, ez egy elég szép csárt volt nem régiben még. Meglátjuk. Na mindegy, térjünk vissza szépen az indexekre. Így néz ki a DAX, stb. Stb. Eurhufról ennyit. Sikerült ugyanezt bekapcsolnom. Na és akkor nézzük, hogy ez mi a helyzet. Az a helyzet, hogy csináltam mindenféle dolgokat. A DAX-nál ezt a stoppot az éjszaka kedvéért ide fölhozom. A Dó esetében a short stopját idehozom, az M betű nyakvonala fölé egy picivel. És a Nasdaqnál itt hagyom. Ezen a számlán ma ennyi lett nyerve, ez ebbe belefér. Részzárások meg voltak. Na nézegessünk egy-két pozíciót itt a mai napról. Élő számlánál ugye a jogi szabályozást kell tudni, hogy az Európai Unió mekkora tőkeáttételt enged, és a profitnak enged ennél többet, ahhoz viszont bizonyos feltételeket kell teljesíteni. Ezekről kérdezzétek meg az ügyfélszolgálatot, egyébként aki tudja, nyugodtan beírhatja. Itt volt egy pár short ügylet. Most idő szerint kéne sorrendbe rakni. Tök mindegy. Azt mondja, hogy nézzünk egy pár próbálkozást. Ami a long irány, az nem jött be. Ami a short irány, nem mindig jött be, de néha bejött. A másik számlán jobban meg volt az nyomva. De most nem akarok itt a számlák között ingadozni. Látjátok, hogy ez alapvetően bizony egy esőpiac. No comment. Talán ezen a számlán itt igaz, hogy vannak vadállatok is. A feladat, amit kiadtam, ez nem az. Az volt a feladat, hogy húzzatok le egy nagyon számlát, és építsétek föl. Ja. Ezekkel én is próbálkoztam. Ti próbálkoztatok-e? És ha igen, akkor még egy hónap múlva kapok-e demo logineket az ügyben? Oké. Okay. Ezen bizony voltak vadállatkötések, mert kereskedési hibák és a számlaneve összeomlás, mint mutatom, a másiké is. Magyarul ez nem irányadó, amiket itt mutogatok. Dó. Nem lett túl jó. Másik rész.
DAX. Ezek ugye ilyen elengedett short pozíciók. Ki az, aki kiszúrta, hogy talán érdemes néha shortolni. Talán egy dupla top, például, ha jól sejtem, ez Nasdaq. Meg hát ilyenek voltak, és akkor nagyjából jól is sikerült, nem mindig. Meg ezeket egy részüket lehetett volna lentebb is tartalékolni. És voltak itt ilyen vadállatkötések long irányba, direkt, mutatom majd. Kereskedési hiba, ilyet ne csináljátok soha. M1-es chart. A belépő oka fordított válfejvel megnyomtam vadállat ott, hát ha összeomlik meg a száma, és lehet drawdown mutogatni, ugye? Ilyeneket nem szabad csinálni. De amúgy nem volt az olyan rossz ötlet az a long. És bizony-bizony, a részzárás azért jó, mert jó. Amit akartam ezzel mutogatni, az az, ez egy short piac. Akár tetszik, akár nem. Ez egy short piac. Majdnem minden fronton. Tele vagyunk hibás kötésekkel, viszont elképzelhető, hogy nem jött még el a hosszú távú részvényvásárlások ideje. Én ennyit akartam ma mondani, nem azért meséltek, mert szerintem még nem jött el. Ki az, aki ezt meg tudja cáfolni, vagy megerősíteni? Kétszeres tempóban éme üzembe, meg lehet nézni, ott sortolgattam. Most ezeket rosszabbul húztam rá, azt tudom, melyik számlákat nyomtam. Ott három számlát nyomtam szimultán üzemmódba, 30 percig demót. Ott is ezt mondtam, hogy nem jött el a részvényvásárlás ideje, legalábbis szerintem. Hát, ügyesen. Esőpiacon ugye elmaradhatnak a fordított válfejvállak például. Esőpiacon bejöhetnek a dupla toppok, vagy ez. Esőpiacon bejött egy másik dupla topp. Esőpiacon bejött egy fals kitörés. Vagy egy countertrend vonal törése. Gyakorlatilag mindegy, milyen időség volt. Néztek? Hosszú táv, day trade, skap. Itt bizony érdekes játék zajlik. Arany. Miért ne esne? Ugye beszéltünk arra, hogy az 1900 megközelítheti az arany. Újra. Bizony, bizony. És beszéltünk arról, hogy volt egy majdnem elmaradó válfejvel, és lefelé fordultunk el, és a vál fölötti stoppokat kiütötték fals kitörés és irány lefele. Egyébként ez meg visszafele egy fordított válfejvel, ami elmaradt, aminek a short belépője, tisztelt arany shortosok, mert ezt így nem mondtam ki, short piac volt sok helyen, eddig a pillanatig, ugye? Mi az az SMI H1? Itt még vételek voltak, gondolom, emlékeztek rá. Itt megjött a dupla top menetrend szerint. Mi a helyzet mondjuk a ilyen párokkal? Euró-dollár le, akkor USD-japán jön néha fel. Akkor egy picit trükkösebb, tehát GBP, ami GBP-USD lefele jött. És ezt már nem tudta ellensúlyozni a ilyen, ugye? Ez csak egy példa. Visszakanyarodunk a Dow Jones-ra. Bizony-bizony nem szépen néz ki ez egy olyan duplaj, ami akár el is maradhatna. És ha ez a vonal törik, az nem jó jel, ha nem törik, az jó jel. Ezen a piacon még nem jött el az ideje a webinárium végéig a hosszú távú vételeknek, ugye? Azért nem akarom hosszabbra fűzni, mert most lehetne csártokat nézegetni, hogy van olyan részvény, ahol már eljött, van olyan, ahol nem, de engedjétek meg azt, ide visszajövök, ebbe, ugye ezzel indultunk, és azt mondom, hogy nem. Hazudtoltam meg most önmagam, szerintem nem kell részvényt venni most. Vannak hirdetett magyar részvénypiacon, külföldön, stb. Ezeken még hadd gondolkozzunk, hogy mik azok, amik kivételek. A többi számlán a sortokat részzárni kéne, az lenne szabályszerű, de most ezt hadd ne csináljam meg. Nem túl sokszor láttok engem short hangulatban,
de amikor kereskedés hibákról szoktam beszélni, nagy lotokkal szoktam kötni, és azt mondom nektek, hogy csináljátok meg egy demót, ami lezúzódik, akkor bizony ez elő-elő fordulhat, hogy olyan short érzés van a levegőben, ugye? Ez sem befektetési tanácsadás, nagyon nagyokat lehet tévedni mindenkinek, nekem is, nektek is, elemzőknek is, bárkinek. Van-e kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Várom a kérdéseket. Egyelőre nincs. Csatablak egy pillanat. Vendég előadó holnap 7-kor lesz. Kb. 8-ig tart, és akkor átveszem a szót skalp témában. És ha lesz olyan jó fej, hogy akar velem még így dumálgatni, úgyhogy ti is ott vagytok, akkor a skalpra is meghívom. Hát, hogyha lesznek olyan meglátásai, amik nekünk nincsen. Amit még akartam, azt majd mindjárt elmondom. Holnap reggel találkozunk egyébként a skalpon, meg este is vendégelőadó 7-kor, valaki linkelje be.